Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem elragadó feleségem. Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai bemutató előadást és az utána következő képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, probléma megoldó szakember, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Nem mindig volt ez így, sokat tettek azért, hogy így legyen. Két remek fiú gyermeket neveltek fel. 2014 óta ismerem őket személyesen, és látom, hogy jó példát mutatnak ezen a területen is. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett nyitni a spiritualitás felé, jelenleg Európa legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezett piacvezető. A PPH az ő vezetésével 3 évtizede működik az élvonalban. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Az általa közvetített üzenetek tiszta, teremtői forrásból fakadnak. Akik jobban ismerik őt, mint mi is, erről már személyesen meggyőződtünk. Ez így igaz. Az évek során arról is meggyőződtem, hogy ő egy követendő példa, egy igazi példakép számomra. Olyan eszmék vezérlik az életét, amik emberek millióinak változtathatják meg az életét. Tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak, akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt, ami bennük rejlik. Ezáltal megvalósíthassák céljaikat, hogy ők is sikeres, önálló boldog életet élhessenek. Sikerének egyik titka, hogy ő csak olyan tevékenységet végez, ami az emberek javát szolgálja. Ezért kap óriási segítséget az égiektől, hogy megvalósítsa azt a célját, hogy együtt létrehozzunk egy békés, boldog társadalmat, az aranykort. Ő az élő példa, hogy szerencse nélkül is bárki képes a nagy eredményekre és a sikerre. Átlag emberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára. Amit elért, azt a munkájának és a tudásának köszönheti. 1987 óta szerzett kivételes üzleti tapasztalat és hatalmas eredmények tették őt különleges tudású és képességű emberré. Ő számomra egy nagybetűs ember. Szeretném megkérni nemzetközileg elismert vezetőnket, alapítónkat, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy érzitek magatokat a bőrötökben? Jól. Főleg most, hogy itt vagyunk együtt, nem? Jó, meleg van. Jó időnk van, nem fázunk.
És amúgy mit láttok, hogy az emberek hogyan érzik magukat? Tehát úgy nem akik itt vannak, hanem akik nincsenek itt. Félnek? Tehát szerinted mit gondolnak a jövőről? Tehát hogy fog alakulni a jövő? Mit gondolnak erről? Mit hallottok az emberektől ilyen téren? Azt várják, hogy visszaálljon a régi világ. Várják, hogy visszaálljon a régi világ? Igaz, hogy már elmondták nem tudom hányszor, hogy nem lesz már régi világ. Tehát a médiában is elmondták. De hát... Szóval egy olyan világban élünk, ahol elég érdekes dolgok történtek itt az elmúlt egy-két évben, nem? Tehát ami teljesen szokatlan, nem? És vajon miért csinálják ezt? Nem az emberek, hanem az emberekkel miért csinálják? Hát ugye régóta van egy olyan fajta gondolkodás, hogy túlságosan szaporodik az emberiség. Ugye ez hogyan kezdődött ennek a korlátozása? Hát úgy, hogy elkezdték támogatni azt, hogy mit tudom én, Kínában ne szaporodjon olyan gyorsan a lakosság. Nem? Tehát ez ügyben léptek, hogy mit tudom én, kevésbé legyenek szaporák a kínaiak. Hát igen ám, de hát utána jöttek az indiaiak, azok meg még szaporábbak lettek. Tehát ami azt jelenti, hogy most már India nagyobb népességű, mint Kína, bár nagyon erről nem beszélnek, de ez tény. Tehát ami azt jelenti, hogy, a népesség növekedés az nem állt meg. Ugye Európában már elérték, hogy a népesség növekedés az megálljon. Tehát ugye, sőt nem csak Európában, hanem ugye Amerikában is elérték, tehát a fehér faj az gyakorlatilag nem szaporodik, az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy inkább csökken, mint szaporodik. Tehát ugye ahhoz, hogy egy faj szaporodjon, ahhoz legalább az a minimum, hogy van 3 gyerek. Átlagosan. Átlagosan. Na most ha ezt megnézed, a fehér fajnál átlagosan már nincs 3 gyerek. Tehát 3 gyerek alatt egy faj fogy. 3 gyerek fölött egy faj növekszik. És ugye a fehér faj az átlagosan kevesebb, mint 3 gyerek van egy családban, ezáltal maga a fehér faj az fogy. Igen ám, de a többi faj ugye az növekszik. Tehát a barnák is valamennyire növekednek, ugye a sárgák szintén, ugye a barnákra mondjuk még az indiaikat is odasoroljuk, akkor nagy mértékben növekednek, ugye a sárgák is valamilyen szinten növekednek, annak ellenére ugye, hogy Kínában népesség növekedés korlátozást ugye vezettek be még régebben, de hát a többi országban nem vezették be, és hát ugye a feketék is valamilyen szinten növekednek. És hát ugye az a baj, hogyha túl sok a, túl nagy a növekedés, és nem tudják ellátni élelmiszerrel a népeket, mert van egy, fontos dolog az emberrel kapcsolatban, hogy az ember addig, ameddig tele a hasa, addig hallgat. És addig nyugiban van. De ha éhezik, na akkor kezdenek el lázongani az emberek, mert akkor ugye már mindegy. És hogyha nem látják el kellőképpen ugye élelmiszerrel a, világot, ugye miért nem látják el? Mert ugye most az élelmiszer termelés az gyakorlatilag haszon alapon működik. A haszon alap pedig azt jelenti, hogy el lehetne látni az élelmiszerrel az embereket, csak nem haszonnal. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a, világ egy jó nagy része
nem képes haszonnal élelmiszert vásárolni. Tehát nincs olyan életszínvonala, hogy haszonnal vásároljon élelmiszert. Világos ez? És ezáltal, mivel nincs elég olyan személy, aki haszonnal vásároljon élelmiszert, ezáltal ugye sokan, egyre többen a bolygón éheznek és éhezni fognak. Mert az átlag életszínvonal a bolygón az nem nő, illetve ha levesszük belőle a gazdagokat, akkor nem nő. Tehát ha a gazdagokat levesszük belőle, akkor az azt jelenti, hogy átlag fölöttől egészen jóval az átlag alattig, tehát hogyha onnan indulunk lefele az átlag fölöttitől, átlag fölötti életszínvonaltól, tehát nem a gazdagoktól, csak az átlag fölötti életszínvonalaktól, onnan indulunk lefele életszínvonal szempontjából, akkor azt látjuk, hogy az emberek szegényednek. Tehát azért az emberiség nem szegényedik, mert a gazdagok meg rohamosan gazdagodnak. És például ugye megnézed, itt Magyarországon is folyamatosan emelkedik az átlagfizetés, a nettó átlagfizetés, de az embereknek olyan mértékben, az emberek többségének olyan mértékben nem nő az átlagfizetése, illetve a fizetése, mint amilyen mértékben az átlagfizetés nő. És ugye azért nő, mert hogy a jómódúaknak, a gazdagoknak nagyobb mértékben nő a jövedelmük, mint az átlag. Oké? Okay? És ez a világra a teljes egészében igaz. Ami annyit jelent, hogy ugye mivel haszon alapon próbálnak minden élelmiszert értékesíteni, és ugye tudjuk, hogyha nincs elég haszon az élelmiszer értékesítésen, akkor megsemmisítik az élelmiszert. Ugye ezt már évtizedek óta, kb. 50 éve így csinálják, hogy megsemmisítik. És ez azt jelenti, hogy ugye ha az embernek tele a hasa, akkor hallgat, ha nincs tele a hasa, akkor lázadozik, de hogyha egyre többen és többen lesznek úgy, hogy nincs tele a hasuk, akkor egyre többen és többen fognak lázadozni. Na ezt akarják megakadályozni azzal, hogy el kell érni azt, hogy csökkenjen az emberiség lélekszáma. És hogy milyen módon, azt mindenki most találja ki. Jó? Tehát mindenkinek a saját fantáziájára bízom. Tehát ugye a hatalom nem akarja, hogy az emberek lázadozzanak, de nem is akarja őket etetni. Világos ez? Mert a hatalom azt akarja, hogy mindenből nagy hasznot csináljon. És ugye az a törekvés, nem tudom, tudjátok-e, hogy az élelmiszer termelés szintjén az az irány, hogy gyakorlatilag az élelmiszer termelés nagy részét a világon az lenne az ideális, mondják a hatalomban lévők, hogy három cég bonyolítsa le. Három cég. Tehát magyarul az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy három cég bonyolítsa le a világ termelésének, élelmiszer termelésének a nagy részét, ahhoz az kell, hogy tönkretegyék a kis élelmiszer termelőket. Oké? Tehát a jövőben, aki ugye nem változtat, hanem úgy akar élni, és úgy akar elsősorban, na most az életünk olyan, ahogy gondolkodunk. Inkább azt mondanám, hogy ha valaki úgy akar élni, ha úgy akar gondolkodni, mint ahogy gondolkodott, akkor rosszabbul fog élni, mint ahogy élt. Oké? Tehát a mai világban, ha valaki azt gondolja, hogy az a fajta tudatosodás, ami a múltban volt, az elég. Na most a múltban milyen tudatosodása volt a legtöbb embernek? Semmilyen. Semmilyen. Tehát magyarul, ha valaki azt gondolja, hogy a semmilyen tudatosodás
az elég a mai világban, akkor óriási tévedésben van. Na most az, hogy a lakosság mondjuk 1%-a figyelt a saját tudatosodására, az édes kevés. Tehát az édes kevés. Tehát, hogy 100 emberből egy figyelt a saját tudatosodására, az nagyon kevés. Tehát az, azt lehet mondani, hogy semmi. Világos? Tehát a 99% gyakorlatilag a saját tudatosodásával semmit nem foglalkozott. Tehát semmit. Honnan tudom? Hát az emberek tudatosodásának a fejlesztésével elkezdtem foglalkozni 91-ben. 30 éve. Ezért ezen a téren van tapasztalatom, elhihetitek. És nem kicsi. Tehát látom azt, hogy mennyien gondolkodnak olyan szintű változáson, hogy kellene fejlesztenem a saját szellemi képességeimet. Hogy képesebb legyek az élethelyzetemet megoldani, a problémáimat megelőzni, ha jön egy probléma, megoldani, célokat megvalósítani, de az ember csak ezeket csinálja, az kevés. Mert hogyha a környezetedben mondjuk te jól kezeled az élethelyzeteidet, vagy jól akarod kezelni az élethelyzeteidet, a problémáidat meg akarod oldani, vagy meg akarod előzni, céljaidat meg akarod valósítani, de a párod nem hajlandó a fejlődésre, akkor nagy nehézségekbe fogsz te is ütközni. Oké, tehát úgy is lehetne mondani, hogy akikkel együtt élsz, nem hajlandók fejlődni, csak te egyedül, akkor nagy gondjaid lesznek a fejlődés terén. Mert nem előre fogsz haladni, mert állandóan visszahúznak. Tehát úgy lehet egy embernek fejlődni, fejlődnie, hogy a saját környezete is vele fejlődik. Oké, milyen környezet? A közvetlen környezet természetesen. Most, hogy a szomszéd fejlődik vagy nem, az az ő dolga, érted? De az nem az ő dolga a párodnak, hanem a te dolgod is, hogy ő fejlődik vagy sem. Vagy ha gyerekeddel élsz együtt, az is részben a te dolgod, hogy ő fejlődik vagy sem. Világos ez? Mert ha ő nem fejlődik, akkor rád negatív hatással van az ő nem fejlődése, és visszafog a te fejlődésedben. Világos ez? Tehát manapság, ha megnézed, ugye ezt tapasztalom, mivel ugye emberek fejlesztésével foglalkozok 30 éve, tapasztalom azt, hogy egyszerűen hogy működnek azok, akik nem akarnak fejlődni. Elérték az embereknél azt, hogy a szellemi fejlődés az olyan terület legyen, amit nevetségessé tettek. Tehát szó szerint évtizedek során a szellemi fejlődést nevetségessé tették. Ezt elsősorban hogy tették nevetségessé? Úgy, hogy támogatott embereket, kiállítottak emberek elé, hogy tanítsák őket, nem iskolai tanításról beszélek, de olyan dolgokban, amit nem tudnak használni a mindennapokban. Vagy olyan dolgokban, amivel igazából visszaélhet, és még nem jót tesz az embereknek, hanem rosszat. Tehát gondold végig, hogy hányan tanultak az elmúlt 30 évben, mióta rendszerváltozásunk volt, ugye előtte nem nagyon voltak ilyen képzések, tanfolyamok, hányan tanultak olyan dolgokat, amely kapcsolódik a spiritualitáshoz, ami azt jelenti, hogy kapcsolódik a szellemvilághoz. Tehát valamilyen szinten. Tehát a szellemvilághoz. Na most csak mondanék egy példát, jó? Tehát valaki, amikor én jártam agykontroll tanfolyamra, az 97 volt, vagy 96, ha jól emlékszem,
azt hiszem 97, és ugye akkor már több mint 100 000 ember igénybe vette az agykontroll tanfolyamat akkor. Azóta az biztos, hogy sok 100 000 vették igénybe. De ugye, hogy valaki egy kicsit jobban belegondol, aki esetleg végzett agykontroll tanfolyamot, az tudja, hogy abban a tudásban, amivel képességet kap az ember mondjuk az agykontrollon keresztül, azzal esetenként még azt is lehet csinálni, hogy mondjuk a szellemi képességeivel azáltal, hogy megtanulta, mondjuk valakinek rosszat akarjon. Tehát nem jó, bár ott tanították, hogy ne akarjon rosszat, ugye van, ne akarjon visszaélni. Tehát hogyha van egy jó tanítás mondjuk a szellemi képességek terén, és valaki azzal vissza akar élni, akkor, ha szellemi dolgokról van szó, akkor vissza tud élni. Tehát ugye ott a szellemekről nem tanítottak, de mentális dolgokról tanítottak az agykontrollba. Na most a mentális dolgokkal te tudsz pozitív dolgokat előidézni másoknál. Igen ám, de negatívat is. Tehát ha pozitívat tudsz elérni mentálisan, pozitív dolgokat, akkor ugyanúgy tudsz mentálisan negatív dolgokat is. Sőt, negatív dolgokat könnyebb csinálni. Na most és gondold végig, hogy én csak egy dolgot mondtam, az agykontrollt, és hány olyan dolog van például a parapszichológiától kezdve mindent, amit tanítottak embereknek, ami még sokkal durvább ezen a téren, mint mondjuk az agykontroll. Tehát ott még jobban be lehet avatkozni negatívan valakinek a sorsába. Tehát a sorsába. Érted? És ha megnézitek, érdekes, nem? Hogy addig, míg nem voltak ilyen tanfolyamok, mert ugye a rendszerváltástól indultak el ezek a tanfolyamok, többek közt az agykontroll is, akkor valahogy sokkal kevesebb depressziós volt. Hoppá, gondold végig. Ami azt jelenti, hogy elvégez valaki mondjuk egy olyan tanfolyamot, amivel mondjuk a mentális segítséget tud nyújtani az embereknek, de ő nem elég etikus, akkor mentális kárt fog okozni az embereknek. Ha valaki tanul mondjuk valami olyan dolgot, amivel beavatkozhat a szellemvilágban, tehát a szellemvilág segítséget kérheti, de ugyanúgy kérheti a szellemvilág ártását is. Világos ez? Sőt, még arra jobban kapható a szellemvilág az ártásra, mint a segítésre. Tehát ami annyit jelent, hogy sok ember azt gondolja, hogy egyszerűen nem is tudja, tehát azt gondolja, hogy ő nem tudja, hogy mitől lett rosszabb a sorsa. Tehát nem tudja. De ha valaki körülnézett volna mondjuk az életében, hogy kik végeztek a környezetében mondjuk olyan tanfolyamokat, amiről most az imént beszéltem, és azok közül mennyi az etikus, akik végeztek, akkor lehet, hogy rájönne abból, hogyha ő kapcsolatban van avval a személlyel, akkor milyen mértékben hat rá. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek hangulata általánosan romlik. Tehát nem javul, hanem romlik. Ahol az emberek hangulata romlik, ott megnövekszik az irigység. Oké? És ha valaki irigykedik egy másik személyre, akár egy kis szinten is, az irigységével, főleg, hogyha tanult ilyen mentális vagy szellemi
befolyásolást, ugye a szellemeken keresztüli befolyásolásra gondoltam, akkor onnantól kezdve gondold végig, mennyire tud visszajönni ezzel. Csak azzal, hogy irigykedik, és nem szándékosan akar előidézni a másiknak rosszat, csak az irigykedésével már másoknak rosszat okoz. Oké? Na most addig, míg az emberek ilyeneket nem tanultak, addig mondhatjuk azt, hogy szúnyadtak az ilyen képességeik. De amikor az ember tanul ilyen dolgokat, akkor előtör az emberből az ilyen típusú képesség. És azért tudni kellene, hogy a magyaroknak, tehát akiknek vannak minimum magyar őseik, és ugye a Földön nagyon sok embernek vannak magyar őseik, még akkor is, ha már nem tud magyarul, ugye akinek vannak magyar ősei, az tuti, hogy van olyan szunnyadó képessége, amivel mondjuk a mentálisan tud működni mentálisan, illetve olyan képessége, hogy a szellemvilággal tud kapcsolatot létrehozni. Na most ugye a szellemvilággal nagy baj van, mert ha valaki kapcsolatban van, mert nagyon sokféle entitással lehet az ember kapcsolatban. Tehát úgy értve az entitások, tehát nagyon sokféleségét, hogy nagyon sokféle etikai szinten lévő entitással kerülhet valaki kapcsolatba. És nem tudják megállapítani maguk a személyek, hogy most én egy kiváló etikai szinten lévő entitással lettem kapcsolatba, vagy egy hát az etikától nagyon messze álló lényel vagyok kapcsolatban. Tehát ezt ugye nem tudják, mert ezt meg a kutya se tanította nekik. És addig, míg az emberek nem tudják, hogy nekik milyen képességeik vannak, a legtöbb ember nem is tud vele visszaélni. Csak onnantól, mikor rájön arra, hogy jé, hát én ezt is tudom, jé, hát azt is tudom, na onnantól van baj. Világos ez? Tehát mikor az ember kimondja azt, hogy én erre nem vagyok képes, akkor nem is vagy képes. De amikor kimondod azt, hogy képes vagy, onnantól kezdve képes is vagy. Világos ez? És ez bármire igaz. Tehát bármire igaz. És gondold végig, mikor az emberek járnak tömegesen mindenféle képzésekre, és az etikai szintjük nem javul, hanem romlik, akkor ne csodálkozzunk, hogy egyre több ember rosszabb és rosszabb állapotba kerül. Tehát, mert ugye a legtöbbnek nem tanították azt, hogy mit kell tenni az ilyenek ellen. Oké? Na most lényeg az, hogy ez egy terület, amiről most beszéltem. De van egy másik terület, amiről az imént említést tettem, méghozzá az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az életszínvonal az átlag fölöttől csökken. Tehát az átlag fölötti életszínvonaltól csökken. Tehát nézd meg a nyugati embereket, ők hozzánk képest jóval magasabb életszínvonalon éltek, és nem nőtt az életszínvonalok mondjuk az elmúlt két évben, hanem csökkent. A többségének természetesen. Oké? És Magyarországon is ez így van. Tehát, hogyha egy kicsit utána nézel a dolgoknak, akkor alsó hangon beszélhetünk arról, alsó hangon, hogy évente volt 20%-os infláció. Most ebben a két évben. Oké? Na most az azt jelenti, hogy két év alatt az 40%-os infláció, érted? Illetve még több. Na most ez azt jelenti, hogy nem csak Magyarországon, hanem az EU-ban megnézed, gyakorlatilag mindenütt legfeljebb, nem 40, hanem 50,
vagy mit tudom én, 30, mindegy. Mi valahol itt az átlagban vagyunk, itt Magyarországon. És az emberek erről valahogy nem nagyon vannak értesítve. Emlékezz, én úgy nőttem föl, hogy az inflációról mindig szó volt. Kivétel az utolsó két év. Az utolsó két évben, mintha ezt a szót, hogy infláció, ez mintha elfelejtették volna. Sőt, ha beszélnek inflációról, nevetséges 5% inflációról beszélnek. Hát de nézd meg az árakat. Tehát kérdezem te tőled, hogyha te bérből és fizetésből élsz, vajon, vagy nyugdíjból, vagy valamilyen segélyből, vajon ezek az összegek emelkedtek annyit, mint a boltban lévő árak? Ez a lényeg. És vajon a boltban lévő árak mennyivel emelkedtek magasabb szinten, mint a te fizetésed? De ez a fontos. Érted? Na most onnantól kezdve, hogyha nem emelkedett, akkor számodra nem kismértékű infláció volt. Kész, ennyi. Világos ez? És akkor ugye megkérdezném, hogy, vagy nem tudom, tudjátok-e, erről régen beszéltem. Mi az a rég? Tavaly. Tavaly beszéltem róla. Mikor? Ugye a tavaly olyan márciustól. Beszéltem arról, hogy minek kellett volna bekövetkezni. Illetve hát előtte is beszéltem, hogy mi fog bekövetkezni, de onnantól márciustól, tavaly márciustól, hogy minek kellett volna bekövetkezni. Tehát egy olyannak kellett volna bekövetkezni, ami hasonlít a 2008-hoz. De annál sokkal, de sokkal rosszabb történésnek. Tehát az azt jelenti, hogy most gondold végig, hogyha lett volna egy olyan, mint ami volt 2008-ban. Mi volt 2008-ban? Azt úgy híresült el, hogy ingatlan válság. Oké? Okay? Tehát egy nagy gazdasági visszaesés, és ugye hát egy jelentős pénzromlás is volt ott. Tehát ugye, de annál sokkal nagyobb kellett volna, hogy legyen. Miért? Mert ugye nagyon egyszerű gazdasági elemzés, hogyha az adósságállomány nő, és felnő egy bizonyos mérték fölé, akkor az egy lufi. Magyarul az gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nincs annyi pénz, hogy azt vissza lehessen fizetni. Oké? Okay? És onnantól az azt jelenti, hogy ha nincs annyi pénz, hogy azt vissza lehessen, tehát összességében nincs annyi pénz, hogy azt vissza lehessen fizetni, akkor ez azt jelenti, hogy kipokkan a lufi, ez kiderül, hogy nem lehet azt visszafizetni azokat az adósságokat, és akkor jön mindenféle baj. Látjátok, 2008-ra nem olyan messzire kell visszaemlékezni. Mire ugye a világ kilábalta a 2008-as válságból, ez 2014 volt. Tehát 6 év. De nem is ez a lényeg. Na most, hanem az a lényeg, hogy egy sokkal nagyobb adósságállomány volt már tavaly évelejére, mint ami volt 2008 előtt. Tehát a válságot megelőzően. Tehát egy sokkal nagyobb. Na most azért, hogy ne legyen egy sokkal nagyobb látványos válság, mert ugye mit okozott a 2008-as válság? Kormányválságokat okozott. Az azt jelenti, hogy a nép nem választotta meg azokat, akik ugye előidézték ezeket a válságokat. Nyilván nem mindenütt, de jellemzően ez volt. Na most ugye nagyon okosak a hatalmon lévő emberek, főleg azért, mert okos tanácsadóik is vannak. Ezért ugye másként kellett ezt a helyzetet megoldani. Tehát ezt úgy kellett megoldani, ezt a helyzetet, hogy legyen ugyan válság, de ne legyen olyan katasztrofális. Próbáljuk eltolni a dolgokat, és próbáljuk olyan területre terelni a felelősséget, amivel nem lehet mit kezdeni.
Érted? Tehát az emberekkel lehet mit kezdeni. Tehát ha az emberekre tolják a felelősséget, akkor azokkal lehet mit kezdeni. Hát egy vírusra tolják a felelősséget, azzal nem lehet mit kezdeni. Világos ez? És annak a, az, tehát gyakorlatilag ennek a gondolkodás módnak a levét isszuk. Még jó hosszú ideig. Oké? És akkor így, mit tudom én, van egy mondjuk éves 25-30%-os átlaginfláció, vagy 35, és folyamatosan minden évben, amit szépen tologatnak, és akkor minden évben, és nem úgy van, hogy van egy évben mondjuk 300%-os infláció. Érted? Hanem ezt szépen tologatják. És akkor a lakosságnak nem olyan feltűnő. És akkor közben meg azt mondják, hogy van 5%-os infláció. Oké? És ugye mindig tanították, nem tudom, hogy ugye a pénzügyi szakemberek tanították, akik pénzügyi képzéssel foglalkoznak, tanították azt, hogy, hogy a gazdaság, ugye, hogyha nem növekszik, akkor az baj. És ugye a gazdaság nem növekszik, akkor annak inflációs hatása van. Na most, ugye a gazdaság egész világon ott, ahol ugye ez a mizéria van tavalytól, tavaly évelejétől, ott mindenütt vagy megállt a növekedés, vagy egy kis csökkenés van, vagy nagy csökkenés, az ömében nagy csökkenés. Na most minden gazdasági csökkenés az infláció növelő. Tehát az növeli az inflációt. De nem tudom, tudjátok-e miért? A hitel miatt. Tehát ha a világon nem lenne hitel, akkor nem számítana az, hogy van-e gazdasági növekedés, vagy nincs. Érted? Tehát akkor gyakorlatilag tök mindegy lenne, hogy van-e vagy sem. De mivel hitelt finanszírozni akkor lehet, ha növekedés van, és hitelt kiadni akkor lehet, ha növekedés van, ezért ugye ezt a látszatot fenn kell tartani. Oké? Hogy növekedés van? Tehát ugye gyakorlatilag üzletágak nem működnek, de Magyarországon dübörög a gazdaság. Ezt mondja a propaganda. Pedig komplett üzletágak leálltak. Érted? És nem is álltak vissza. De dübörög a gazdaság, és nagyobb a gazdasági termelés, mint két évvel ezelőtt. Érted? És ezt mondják. És valószínű, hogy ugyanilyen propaganda van szerte a világban. Hát és akik elhiszik, akkor higgyék. De ugye ebben mi a gond? Ugye ez egy másik terület, az a szellemvilág, amiről az imént beszéltem, illetve a mentális világ, ez viszont az anyag. A megélhetésed az attól függ, hogy milyen mértékű a pénzromlás, és milyen mértékű a jövedelem emelkedésed. Tehát ugye az a minimum, hogy az embernek olyan mértékű legyen a jövedelmének az emelkedése, amilyen mértékű a pénzromlás. Erre azt mondtad, hogy újonghatsz, mert azt mondja a propaganda, hogy 5%, na annyit megemeltek neked. Aha. Csak ha megnézed a tényleges árakat, akkor nem ezt az 5%-ot látod. Oké? És semmilyen téren. Tehát azt látsz bizonyos területeken, és a területek nagy részén, amit vehetsz, hogy mit tudom én, egy-két év alatt 100%-os növekedés történt. Tehát ugye mindig a műszaki dolgok voltak azok, ami az inflációt csökkentette. Mert a műszaki dolgok ára az általában csökkent, nem emelkedett. Tehát ha végig gondolod, mit tudom én, 30 évvel ezelőtt vettünk egy színes tévét, 28 ezer forint volt akkor. Érted? Egy színes tévé. Hát az, akkor
az átlag jövedelem 30 évvel ezelőtt a töredéke volt, az olyan, mintha most vennél egy tévét 500 ezer forintért, érted? Tehát ezért, ha megnézed, a műszaki dolgok azok jócskán csökkentek, de az elmúlt két évben az sem. Hát egy laptop vagy számítógép, érted? Duplájába kerül, ha ugyanazt tudja, mint két évvel ezelőtt. Duplájába, újonnan természetesen. Érted? Nem egy fejlettebb a két évvel ezelőttinál, hanem ugyanazt tudja, mint a két évvel ezelőtt, és mégis duplájába kerül. Mit tudom én, veszel egy webkamerát, csak most mondok valamit, mit tudom én, két és fél háromszor annyi ér, mint két évvel ezelőtt. Veszel egy nyomtatót például, hát kétszer-háromszor annyiért veszed, mint két évvel ezelőtt. Az ugyanolyan tudásút. Érted? De ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy hát miért nem számít bele az inflációba? Hát azért, mert nem az a típus drágul, hanem azt kivonják a forgalomból, és behoznak egy új típust, ami nem számít bele az áremelkedésébe, mert az nem emelkedett, az egy új típus. Érted? Tehát az nem infláció növelő, hogyha egy új típust hoznak be, de paradicsomból nem tudnak újat, érted? Ha csak nem kitalálnak a paradicsom helyett valami másik növényt, érted? Tehát, de a műszaki dolgoknál ezt meg tudják csinálni, hogy fogják, gyorsan kivonják a forgalomból, és más típus számmal, érted? Kiadnak egy újat, ami mondjuk sokkal kevesebbet tud, és ugyanannyi árba kerül, mint a régi. Vagy ha ugyanannyit tud, akkor sokkal drágább. Világos ez? És akkor ezzel megoldották, hogy nem számít bele a statisztikába, tudod? Nem számít bele, hogy emelkedett az ár, mert annak nem emelkedett annak a terméknek, mert ezt fogták és kivonták a forgalomba. Tehát ezt meg tudják csinálni a műszaki dolgoknál, meg az egyéb bútornál, meg stb. Simán meg tudják csinálni. Érted? De az élelmiszernél nem. Tehát a kenyér helyett akkor valami más elnevezésű valamit kell kitalálni, érted? Hogy akkor a kenyér ára nem emelkedett, mert mondjuk a kenyért kivonnák a forgalomból, érted? És valami helyette más lenne, és az nem kenyérnek nevezik, érted? És onnantól kezdve lehetne ezt így megvalósítani, bár lehet, hogy most tippeket adtam nekik, és akkor így lehet majd az élelmiszernél is megváltoztatni dolgokat. Jó, tehát lényeg az, hogyha így jobban megnézed, itt az a fő probléma, hogy ez az okozza, hogy az embereknek, tehát most az emberek, hogy csak tudjad, az emberek nem azért mutatnak jobb életszínvonalat, mert több a jövedelmük, hanem azért, mert több a hitelük. Tehát a legtöbb ember, akinél azt látod, hogy vásárolt, és több van neki, mint mondjuk két évvel ezelőtt, azoknak a nagyon nagy része az nem a jövedelméből vásárolt, hanem hitelből. Érted? Tehát az is hitel, hogy veszel mondjuk egy 300 ezer forintos telefont, és a havi díjaddal törleszted a részleteket. Az is hitel. Azt a 300 ezer forintot nem egyszerre fizetted ki a zsebedből. Világos ez? És ha megnézed, a legtöbb embernek úgy van drága a telefonja, hogy közben a havi díjat törleszti a telefonszámlájával. Szóval, gondold végig, hogy mondom még egyszer, ez nagyon fontos, hogy mindig akkor volt gond, mindig, hogyha túl sok a kintlévőség, ugye én céget irányítok 93 óta, tehát az sem most volt, 28 éve. Akkor kezdtem el céget irányítani, illetve egy jó ideig cégeket irányítani, most is egyébként két céget irányítok, de az egy dolog. Tehát ugye cégeket irányítani, és mindig akkor van gondba egy cég, hogyha a kintlévősége több, mint a bevétele.
Világos ez? És lényeg az, hogy ez ugyanígy igaz egy népre is. Ugyanígy igaz egy országra is, vagy a világra is. Ha a kintlévőségük több az embereknek, mint a bevételük, akkor az baj van. És ugyanez a bankoknál, ha a kintlévőségük több, tehát magyarul kiadták a hiteleket, és nem úgy folynak be, érted? Az baj. És az emberek most ugye megtapasztalták, tehát kipróbálták 2008-ban, hogy hogyan reagálnak az emberek, és mi történik az, hogyha benyögnek egy gazdasági válságot, akkor látják, hogy az emberek megállnak a törlesztő részletek fizetésével. Na most ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogyha ugye kihelyeztek egy csomó pénzt, és egy része nem fizeti, hát abban a pillanatban baj van, nagy baj ugye a pénzügyi területen, a pénzügyi világban. És ugye a pénzügyi világ nagy része az gyakorlatilag 13 család kezében van. Tehát a pénzügyi világ nagy része 13 család kezében. Tehát az azt jelenti, hogy több mint fele a világban. Oké? Okay? Az mindössze 13 család kezében van. És képzeld el, ugye ez a gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a 13 család adja a hitelt, de ugye az nem jó, hogyha van egy kihirdetet, hogy hú, ilyen válság, meg olyan válság, meg ilyen infláció, meg olyan infláció, meg így csökken a jövedelmed, meg az életszínvonalad, illetve a, nem a jövedelmed, az életszínvonalad, akkor az emberek rögtön elkezdenek tartalékolni. Akár annak terhére, hogy nem fizetik a hiteleket. És akkor ugye mi történik? Hát ugye nagy problémájuk keletkezik a világban azoknak a cégeknek és a tulajdonosaiknak, akiknek a kintlévősége túl sok és túl kevés a bevétel. Jó, és itt ez lesz a probléma. Tehát ugye van egy mondás, hogyha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. És jelenleg ugye úgy akarják fenntartani a gazdasági növekedést, úgy akarják fenntartani, hogy hitelből. Tehát magyarul, hogy az embereket ellássák hitellel. És nagyon egyszerűen csinálják, mert ugye nincs már rég fedezete a pénznek. Tehát nincs. A fedezete a pénznek a bizalom. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a 70-es évek óta megszüntették a legtöbb országban az aranyfedezetet, és maga a fedezet, a pénznek a fedezete a bizalom. Minél jobban bíznak egy pénzben, annál stabilabb. Minél kevésbé bíznak abban a pénzben, annál rohamosabb infláción esik át. Tehát ez így működik, nincs semmi fedezete. Ezáltal, mivel a pénznek nincs fedezete, lehet nyomni. Tehát lehet nyomni a pénzt nyomdába, ugye nem a lakosság, hanem aki erre jogosultak, nyomják agyba főbe, hogy legyen pénz. Érted, hogy lehessen, de hát ugye most már a virtuális világban már sokszor az se kell, hogy kinyomtassák, mert nem kell, mert egyszerűen csak azt mondják, hogy most olyan, mintha kinyomtattunk volna 10 milliárdot, de nem kell kinyomtatni, mert ott van virtuális számban, hogy van 10 milliárd. Érted? Na most lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol a pénzt lehet kibocsájtani nyakra főre. Érted? És hogy miért kell kibocsájtani? Hogy a gazdasági növekedés fennmaradjon, azért kell kibocsájtani, hogy az emberek vásároljanak, és megvegyék a termékeket, mert hogy maradjon a termelésnek, maradjon a szintje, vagy akár növekedjen. Igen ám, de ez azt jelenti, hogy kibocsátják a pénzeket, de neked akkor is vissza kell fizetni. Érted? Tehát akik fölvettek hitelt, azoknak vissza kell fizetniük akkor is. Hiába
egy olyan pénzről van szó, aminek gyakorlatilag azért nincs értéke, mert nincs mögötte fedezet. Érted? Tehát magyarul a világ nagy részén a pénz totál értéktelen, annyit ér amennyit maga az anyag ér. Meg amennyire kinyomtatták. Érted? Vagy megcsinálták. Ennyit ér. Nem többet. De ugye azt mondják, hogy nem ennyit ér, hanem ennyit, mert bíznak benne, hogy annyit ér. Érted? És onnantól kezdve ezt gondold végig, hiába van ez így, hogy gyakorlatilag egy értéktelen pénzt kaptál, aminek nincs értéke, neked akkor is azt az értéket vissza kell fizetned, meg annak a kamatait, amit ugye vállaltál. Nyilvánvaló, nem? De most ez azt jelenti, tehát még egyszer mondom, hogy minden cég, de nem csak cég, magánszemélyek ugyanígy, de egy ország ugyanígy, vagy egy település, vagy egy város, mindegy, ugyanígy. Ha túl sok a kintlévőség, és túl kevés a bevétel, akkor előbb-utóbb nagy bajba kerülnek. Ezért a cégek hogyan hidalják át, ha túl sok a kiadás, és kevés a bevétel. Fölvesznek hitelt. Oké? És akkor ugye azt úgy tűnik, mintha az bevétel lenne. De az nem bevétel, mert gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ki kell fizetni. Érted? Mindegy, hogy mikor, akkor is ki kell fizetni. Na most, és onnantól kezdve gondold végig, az illetőnek nem több van, magának a cégnek is, hanem kevesebb. Tehát amikor válság van, az azt jelenti, hogy az emberek hitelre szorulnak. Tehát mikor azt látod, hogy az emberek hitelből élnek, már pedig mondom, ilyen magas hitelállomány az világban, mint ami most van, soha nem volt a történelem során. Tehát ennyi kintlévőség. Világos ez? Soha nem volt. És tehát hogyha ilyen helyzet van, ha azt látod, hogy az emberek, vagy vállalkozások, vagy bármi hitelből finanszíroznak dolgokat, akkor te neked nem szabad fölvenni hitelt. Hanem mit szabad csinálni? El kell érned, hogy legyen többlet jövedelmed. Ez a megoldás. Nincs más. Tehát amikor baj van, egy megoldás van, többet kell dolgozni. Olyan munkát természetesen, amiből van bevétel. Világos ez? Nincs más. Nincs már. Ezzel szemben mit csinálnak az emberek? Kevesebbet dolgoznak, többet gyaralnak, többet pihennek. Tehát ezt a szabályt a többség totál fölrúgja. Tehát hitelből vásárol dolgokat, és még kevesebbet dolgozik, mint szokott. Érted? Tehát én még dolgoztam olyan világban, hogy volt nekem egy főállásom, egy másodállásom, egy harmadállásom, meg egy negyedállásom. Érted? Tehát négy helyről jött be jövedelem. Négy helyről. Miért? Mert építkeztünk meg, stb. Stb. Érted? És kellett a lóvé. És akkor a szabadság az annyi volt, hogy évente elmentünk egy hétre nyaralni. Na, ennyi volt a szabadság. De nem volt se szombat, se vasárnap. Érted? Na most ezt látod embereknél? És átlagemberként működtem. Ezt látod az átlagembereknél? Nem. Mert elhitetik velük azt, hogy úgy kell működni, ahogy csinálják. Érted? Hogy minél több szabad időd legyen, és minél többet költekez. De költekezni nem hitelből szabad, hanem bevételből. Világos ez? Szóval a lényeg az, hogy ugye ahhoz, hogy az embernek legyen bevétele, nyitottabbnak kell lenni. Na most a nyitottabbság egy jobb hangulat. Tehát az ember nem jó hangulat, akkor nem nyitott. Tehát elérték az embereknél, hogy ne legyenek nyitottak. És ez mit jelent?
ez azt jelenti, hogy nem nyitottak az olyan plusz lehetőségek iránt, amivel plusz pénzt tudnának keresni. Tehát nem nyitottak. Na most nézzük meg akkor gyorsan, hogy nézzük. Tehát mi embereknek tartunk képzéseket. Miért? Ha azt hiszed, hogy azért csináljuk, mert hogy gazdagodjunk, akkor nagy tévedésben élsz. Azért csináljuk, mert nincs más választásunk. Oké? Mi az, hogy nincs más választásunk? Tehát van egy olyan jövő, ami annyit jelent, hogy most folyik a kiválasztódás arra vonatkozóan, hogy kik azok, akik hajlandók fejlődni. És kik azok, akik nem. Tehát akik nem hajlandók fejlődni, azok oda jutnak, hogy szépen egyre rosszabb életszínvonalba kerülnek, próbálják ezt hitelből megoldani, de az csak átmeneti állapot, és utána az anyagi nehézségek miatt egy igen alacsony hangulatra süllyedve hamarosan meghalnak. Ehhez a létrehozott betegségek nagy mértékben hozzájárulnak. Oké, hogy hamar elhalálozzon valaki. Mondom, a létrehozott betegségek. Jó, tehát lényeg az, hogy ha az ember rossz állapotú bá válik, és rossz állapotban van, akkor sokkal könnyebben megbetegszik, sokkal hamarabb meghal. És akkor itt, mit tudom én, egy olyan ember, aki tényleg rossz állapotban van, tehát hajlamos a szomorkodásra. Gondold végig, hogy szoktál időnként te szomorkodni. Ha szoktál szomorkodni, akkor nem vagy túl jó állapotban. Tehát ha egy ember szomorkodni szokott, akkor hát gyakorlatilag jó esetben pár évet él. Tehát jó esetben. Oké? Tehát ezt, akik ezt intézik, azt tudják, hogy így van. Érted? Mármint a hatalomban lévők. Hogy egy szomorkodó ember az hamar földobja a talpát. Tehát ha az ember olyan anyagi helyzetbe kerül, hogy például elveszti mindenét, vagy a nagy részét a vagyonának, akkor mit szoktál látni? Mit csinálnak az emberek? Szomorkodnak. Nem? Nem ezt látod? És ha megnézed, szépen e felé megyünk. Oké? Tehát megyünk e felé. És ez azt jelenti, hogy megoldás kell arra, hogy mit tegyen az ember ilyen helyzetben. Ugye a megoldás az, hogy legyen például plusz jövedelme, de az kevés. Hát ugye a legtöbb plusz jövedelmet úgy lehet megteremteni, hogy az ember mondjuk megtanul valami új dolgot, nem? De ugye nem tudom, hogy kinek van saját szakmája, amit tanult eredendően szakmát. Van, igen, és ki dolgozott benne? Oké, na most akkor úgy kérdezném, hogy akik tanítottak arra a szakmára, utána vajon ők segítették abban, hogy jó legyél abban a szakmában? Na most kinek segítették azok a tanárok, hogy jók legyenek a szakmában? Azt tegyék fel a kezüket. Nem látom senkinek se a kezüket. Részleges. Nem teljes rész. Na most, ami azt jelenti, hogy ugye nem az a jellemző, hogy azok segítenek majd tényleg a szakmát jól kitanulni, akik az elméletet vagy a gyakorlat alapjait adták. Tehát kell az embernek, hogy valamit jól kitanuljon, egy folyamatos segítség. Na most az, hogy az több emberen keresztül valósítja meg, vagy egy emberen keresztül, az most ebből a szempontból részletkérdés, de a múltban általában ez nem egy emberen keresztül ment. És ezáltal nagyon sokan fogták és otthagyták a szakmájukat,
mert nem volt az, aki megtanítsa nekik, hogy jól csinálják, jól végezzék a szakmájukat. Hiába az alapokat megtanulták, de hogy ő abban tényleg jó legyen, abban már nem kapott segítséget. Világos? Ez ezért fogta, ott hagyta a szakmát. Vagy már előre tudta, hogy nem lesz, aki segítse, ezért el se kezdett abban dolgozni, abban a szakmában. De nyilván nem csak ezért kezdenek más területen dolgozni az emberek természetesen. De ez nagy mértékben közrejátszik. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és akkor tudunk valamit jól művelni, hogyha fogják a kezünket, addig még nem műveljük azt jól, nem? Még az ösztönös dolgok sem úgy működnek, hogy tudás nélkül. Ha megnézed, az ösztönös dolgoknál éppen a szexre gondoltam. Gondold végig, hogy hány olyan párkapcsolat van, ahol a szex az nem tökéletesen működik a pároknál. Hát a férfiaknál általában szokott működni, de a nőknél már nem biztos. Hát ugye a statisztikák szerint a páros együttlétet, tehát ami azt jelenti, hogy a férfi-nő kapcsolatban a páros együttlétet, a nők 70%-a nem jut el a tényleges szexuális élvezethez. Tehát magyarul orgazmushoz. Ez egy tény. Na most, de ugye miért? Mert általában ezt nem tanították. Nem? Tehát még az ösztönös dolgokban sem tudnak az emberek jól működni, gondold végig. Ezt csak most példaként mondtam. Hát akkor egy olyan dologban, ami nincs is benne semmilyen szinten az ösztöneibe. Érted? Tehát semmilyen szinten. Ezáltal, hogyha valaki jól akar valamit csinálni, akkor nyilván kell egy folyamatos segítség. Ez az egyik dolog. Másik az, amit ugye ezt megelőzi, hogy az ember nem nyitott, akkor nem fog észrevenni, és nem is kell neki semmilyen lehetőség, amivel tud plusz pénzt keresni. Oké? Hát ez így működik. A harmadik pedig egyáltalán nem mindegy, hogy az ember miben akar dolgozni pluszban. Tehát miben akar plusz jövedelmet. Olyan dologban, ami nagyon kötött, vagy esetleg olyan, ami teljesen szabad. Ami nem igényel kötöttséget. Ugye ez sem mindegy. De az sem mindegy, hogy gyakorlatilag mennyire bonyolult, vagy mennyire egyszerű tevékenységekről van szó. Na most a jövőnk az arról szólna, hogy aranykor legyen a bolygón. Tehát ez nem egy lehetőség, hanem ha nem teszel azért, hogy legyen ezen a bolygón aranykor, akkor te nem éled meg a 2035-öt, ezt előre megjósolom neked. Jó? Ennyi. Tehát, és ezt mindenkinek előre megjósolom a bolygón, aki nem tesz azért, hogy 2035-re a bolygón aranykor legyen, nem lesz, nem fogja megélni ezt az időszakot. Ennyi. Jó? Tehát lényeg az, hogy mit jelent az aranykor? Azt jelenti, hogy a Földön nem lesznek elnyomók. Miért? Tehát miért kell aranykornak lenni? Azért, mert az emberiségnek végre be kell teljesíteni a saját küldetését. Az emberiségnek az a küldetése, hogy eljusson egy olyan tudatossági szintre, ahol képes arra, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. Ennyi maga az egyén természetesen. Tehát maga az egyén képes legyen arra, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen. Ez az emberiség küldetése, mert ha az ember képes arra, hogy a legnagyobb jó érdekében cselekedjen, akkor a lelke fejlődött arra a szintre, hogy a lelke tovább léphet, és bekerülhet egy magasabb létformába, olyan létformába, ahonnan jöttünk. Oké? Ezt minimum úgy értsd, mint az angyalok, jó? Tehát mondhatjuk azt, hogy te minimum angyal voltál, mielőtt
földi ember lettél. És minimum angyal leszel, ha fejlődsz olyan szintre, hogy képes legyél a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Világos, a legnagyobb jót most nem fogom részletezni, de erről a múlt előadáson beszéltem. Tehát lényeg az, hogy ez az emberiség küldetése, hogy gyakorlatilag egy olyan tudatossági szintre jusson, hogy képesek legyenek az egyének a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Aki erre nem képes, az nyilván nem kerülhet be a magasabb létformába. Aki viszont képes, az bekerülhet, aki nem akar erre képes lenni, nyilván az sem kap esélyt arra, hogy bekerüljön ilyen helyzetbe. De ennek van egy feltétele, hogy az ember addig nem tud fejlődni, és beleértve a sajnos a mi lelkünket, addig nem tud fejlődni, amíg elnyomást kapunk. És az azt jelenti, hogy fejlődünk, de amíg kapunk egy elnyomást, visszaesünk, bár ezt a helyzetet lehet kezelni, de nagyon kevesen tudják kezelni a bolygón. Jó? Tehát, hogy mit lehet tenni ennek érdekében, hogy ez ne így legyen. Tehát lényeg az, hogy az ember úgy működik, hogyha tanul és látszólag fejlődik, abban a pillanatban, amint kap egy elnyomást, már is visszaesik. Jó, könnyebb lesz utána visszakerülnie, tehát megint eljutni arra a szintre, ahonnan lezuhant, de energia az is. Tehát oda fölküzdeni az embernek magát, ahonnan visszazuhant, az is energia. Oké? És nyilván az lenne a jó, hogyha az ember úgy tudna fejlődni, hogy nem kellene mindig arra energiát fordítani, hogy visszakerüljön csupán arra a szintre, ahonnan visszazuhant. Világos ez? Tehát az ember akkor, ha nem kap elnyomást, akkor nem kell mindig olyan energiákat mozgósítani, ami csak arra azt a célt szolgálja, hogy visszajusson oda, ahonnan visszaesett. Ezáltal sokkal gyorsabb fejlődést tud elérni az illető. Világos ez? Na most lényeg az, hogy ez az aranykor. Az aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol addigra kihalnak az elnyomók. Világos? Hogy? Hát nem úgy, hogy mit tudom én. Tüntetnek a nem elnyomók és lelövik az elnyomókat. Hát nem így, mert onnantól kezdve ő is elnyomó. Hát ennyi. Hát nem így. Hanem úgy, hogy ennek nagyon egyszerű magyarázata van, ugyanúgy, ahogy a fentiektől függött a leszületésed, ugyanúgy bele tudnak avatkozni a halálodba a fentiek. Nagyon egyszerű. Ezért, ha például látsz olyanokat, hogy ilyen viszonylag gyors halálozásokat, jó? Akkor majd emlékezz erre a gondolatra. Jó? Tehát amikor ilyen váratlan halálozások történnek. Ez mind baleset, mind pedig egyéb ilyen gyors lefolyású betegség következménye. Oké? Ez azt jelenti, hogy keményen beavatkoztak a fentiek abban, hogy kikerüljön az élők sorából. Jó? És ha megnézed, mindig jogos volt. Tehát én már ezt figyelem, hát vagy 20 éve elkezdtem figyelni, legalább. És mindig ezt látom, hogy ott történt egy beavatkozás, hogy gyorsan kivonták a forgalomba. Jó? Tehát mondhatjuk azt, hogy az ember azt kapja, amit érdemel. Jó? És a sorsod is ennek az üzenete, hogy olyan a sorsod, amit érdemelsz. Oké? Tehát egy kicsit többet kellene érdemelni, nem? De ahhoz, hogy az ember többet érdemeljen, hát többet kell tenni. De nem tudsz többet tenni, ha a tudatosságot nem fejleszted. Világos ez? Tehát minél tudatosabb vagy, annál többet tudsz tenni. Oké? Hát most gondold végig, emberek leestek hangulatban, de mivel tudásuk nulla volt, ezért nagyon sokan úgy maradtak. Érted? Tehát most a világban azt látod,
hogy a nem tudatos embereknek nagy mértékben lezuhant a hangulata az elmúlt két évben. És miért nem tudnak visszajönni? Azért nem tudnak visszajönni, mert nincs hozzá ismeretük, tudásuk. Világos? Tehát nem úgy van, mint valaki tanul, és kap egy elnyomást, és leesik, de visszaküzdi magát. Ő nem tudja visszaküzdeni magát, mert a visszaküzdéshez is tudás kell. Érthető ez? És akkor mit lát? Hát azt látja, körülnéz, és azt látja, hogy hasonlóak mások is a környezetében. Hát akkor ez a természetes. Azt gondolja, hogy az ő számára is ez a természetes, mert mindenki más a környezetében ugyanolyan állapotba vagy hasonló állapotba került, mint ő. Világos ez? Tehát ahhoz, hogy az ember előre haladjon, ahhoz kellenek, kell tudás és kell eszköz. Tehát mi az eszköz? Például egy közösség, egy olyan közösség, akiknek van egy közös céljuk. Mi a közös cél? A közös cél, ugye a rövidebb távú közös cél, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Ez a rövidebb távú. A hosszabb távú az, hogy olyan tudatossági szintre fejlődjünk, ahol képesek vagyunk egy másik létformába költöztetni a lelkünket. Érted? Tehát egy olyan létformába, ami minimum, mondom, angyali létforma. Tehát minimum. Szóval lényeg az, hogy akik itt tanulnak, egy olyan áron tanulnak, ezt erre gondoltam most, pénzügyi áron, amit bárki megtehet. Tehát nem megerőltető. Tehát most gondold végig, óránként 330 forint, nem egy nagy összeg, összesen 30 óra a képzés havi szinten, az kijön 9800 forintra. Az első hónap ettől eltér, ugye 19.760 forint óránként, tehát ez egy ilyen nagyon kedvező ár. Hát ameddig ilyen kedvező, addig ilyen kedvező. Jó, tehát mindenkit invitálok arra, hogy minél hamarabb tanuló legyen. És ha valaki tanuló lesz, akkor bekerül egy közösségbe, ahol olyan emberek vannak, akik évek óta itt tanulnak, sőt azok közt vannak, akik tanítanak is, és tudnak segíteni abban, hogy ha elakadsz, akkor kapjál segítséget, mondjuk elakadsz a tanulásban. Vagy, hát én úgy gondolom, hogy nekem kötelességem az, hogy terjesszem azt, hogy az emberek tudatosodjanak. És én azt látom, hogy a tudatosodás az nem csak motiváció. Tehát a motiváció az nem a tudást, az csak lelkesíti az embert. Nyilván az se rossz, tehát az se baj, ha van a lelkesedés, de az embernek tényleg használható tudásra van szüksége. Tehát tényleg arra van szüksége, hogy ezeken a területeken boldoguljon. És ebben benne van a pénz is. Tehát az embernek arra van szüksége, hogy ezeken a területeken boldoguljon. Ha egy ember nem boldogul ezen a 10 területen, vagy amennyi ebből neki van, hát akkor nem lesz jó állapotú. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az anyagiak az ember hangulatát befolyásolják. Hát most gondold végig, hányan lettek, mit tudom én, komoly megpróbáltatás által különböző helyzetekben a 2008-as válság idejétől. Gondold végig. És mindnek anyagi gondjai támadtak, mindnek. És az anyagi gondokból kifolyólag, hát ugye az anyagi gond rá nehezedett a szellemi képességeire is. És ez azt jelenti, hogy az illetőnek sokkal rosszabb, és a mentális képességeire is, és sokkal rosszabb állapotba kerültek azáltal emberek, hogy ez a teher ráment. Ránéztem az órára, be kellene fejeznem. Sőt, már régen be kellett volna fejeznem. Na szóval a lényeg az, hogy itt van egy lehetőség, a tandíjaknak a 75%-a az visszajuttatásra kerül azoknak, akik
hozzájárulnak a tanulók gyarapodásához. Oké? Ez minimum 32%, és jelenleg maximum 75%. És olyan formában is, hogyha az ember már vezetőként működik. Tehát vezetőként is, tehát ha valakinek vannak tanulói, és segít, hogy ők is tanulókat szervezzenek, akkor nem csak egy lépcsőben tud részesedni a tanulók befizett tandíjából, hanem gyakorlatilag bármilyen lépcsőben. Tehát az azt jelenti, hogy ha most gondold végig, a tanuló tanulóinak a tanulóiból is tudnál részesedni vezetőként. Jó? És van, akik ezáltal ebből élnek. Érted? Tehát a bolygón 300 millió olyan emberre lenne szükség, a mai népességet figyelembe véve, bolygó népességet figyelembe véve, akik képesek tanítani és vezetni embereket. Tehát 300 millió emberre lenne szükség. És ha mi nem csináljuk meg az aranykort, rajtunk kívül nincs még egy olyan szervezetnek a bolygón, amelynek ez a célja, és szervezetként működik. Világos ez? Nincs több. Tehát ha azt gondolod, hogy lehet húzni az időt az emberiségnek, és hülyeség az, hogy itt 2035-re aranykornak kell lennie, akkor hidd azt, tudod mit? Engem nem érdekel. A te életed az a te életed. De engem az érdekel, hogy az olyanok, akik tényleg akarnak fejlődni, és tényleg akarnak egy jobb világot, azok elhiggyék azt, hogy ez így van, mert ez így lesz. Honnan tudom? Ugye elmondták, hogy vannak különleges adottságaim, többek közt az is, hogy kapok információkat a jövővel kapcsolatban, előre is. És gyakorlatilag, ugye akikkel együttműködök régebben, pontosan tudják, hogy amit megjósoltam, az úgy lett. És ez van. Na most, és nem azért, mert jósoltam, hanem azért, mert megsukták. Világos ez? És azt is tudom, hogy mi lenne akkor, hogyha itt a 2035-re ezen a bolygón nem lenne aranykor? Azt is tudom. De ezen a bolygón aranykornak kell lennie, és punktum. Oké? És ezt meg is csináljuk. Mert meg kell csinálni. Tehát ugye van ennek egy olyan következménye, ha nem lesz aranykor, hogy ezt a bolygót kivonják. Tehát magyarul ez a bolygó, amit úgy hívnak, hogy Föld, ez nem fog a naprendszerben akkor létezni. Nem azért, mert kitolják innen, hanem azért, mert úgy jár, mint a Mars és a Jupiter közötti bolygó. Érted? Ami most egy törmelék. Világos ez? És ha nem hiszed, akkor nézz utána, hogy ókori kőbevésett rajzokon ott van az a bolygó. Tehát még a ókorban ott volt. Oké? Neve is volt. Jó? És az most nincs, az most egy törmelék, ezt úgy hívják, hogy kisbolygóövezet. Hát nem kisbolygóövezet, hanem ez egy törmelék. Oké? Tehát ott szét lett robbant, van egy bolygó. És ennek megvan az oka, hogy a bolygónknak miért kell egy olyan emberiség, amelynek magas a rezgése. Oké? Tehát most az emberiség rezgése csökken, és ezáltal a bolygó rezgése csökken. És egy alacsony rezgésű emberiségre, egy alacsony rezgésű földre ebben a naprendszerben nincs szükség. Világos ez? És az emberiség csak akkor tud jó rezgésű lenni, ha jól gondolkodunk, helyesen gondolkodunk. Helyesen gondolkodni a mai világban lehetetlen tudás nélkül. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyél tanuló,
visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt az igen tartalmas és gondolatébresztő előadást. Köszönjük szépen. Hát kapcsoljuk ki. Azt mondják. De mit? Teljesen jó ez. Tehát Békés Csabáról érkeztem elragadó feleségemmel és csapatunk egy parányi részével. Civil foglalkozásom eredendően, itt most visszatérnék ugye erre az iskolás dologra, eredendően géplakatos, gépszerelő, karbantartó. Hosszú évek kemény munkája az iskola padba rádöbbentett arra, hogy én ebben a szakmában soha nem akarok dolgozni. Tehát ezen kívül bármi más érdekel. Jelen pillanatban közvéleménykutatással foglalkozom, ha lehet ezt így mondani, tehát kikérem az emberek véleményét, hogy mit szólnának egy sokkal szebb és boldogabb világhoz. Most tegye fel a kezét itt az, akinek ez tetszene. Szóval elmondanom, hogy teltházon és mindenki jelentkezik. Tehát, hát, hogy mit adott nekem a PPH, a Nyílt Akadémia és Szedlacsik Miklós által átadott tudás? Visszapörgetném egy kicsit az időkerekét, nem megyünk az ősrobbanásig vissza, egy kicsit attól elrébb, tehát menjünk vissza 20 éves koromig, tehát katonaság. Leraktam a lantot, felszabadultam. 20 éves koromra, 21 éves koromra saját ingatlannal rendelkeztem, úgyhogy nem kaptam semmit senkitől. Most mondhatnám azt, hogy olyan szegények voltunk, engem édesanyám nevelt, olyan szegények voltunk, még testvérem se volt. Tehát nem igazán kaptam semmit. Megteremtettem magamnak saját ingatlant, gépjárművet, jogosítványt. 25 éves koromra saját vállalkozásom volt. Családom. Minden, amire egy férfi vágyik. Tele voltam pénzzel, mint kutya bolhával. Ennek vége. Így egy hirtelen jött egy ilyen hurok. Igaz. Egészség. Tehát elvesztettem az ingatlanom, az ingóságom, az autóm, a családom, gerincműtét, -3. Nem voltam padlón, meg az alatt. És akkor jött egy olyan lehetőség. Hát kóboroltam a nagyvilágba, jártam mindenfelé, mindent kipróbáltam, azt is, amit nem kellett volna. Tehát jött egy olyan lehetőség, megismerkedtem mostani elragadó feleségemmel. Ez már hosszú évekre rá, amikor így botladoztam az életbe. Tehát gyakorlatilag 10 éven keresztül tele voltam adóssággal, mert én is belenyúltam ebbe a elhúzták a mézes madzagot, markoljunk rá, de jó lesz ez nekünk pénzzel, minden megvan, nekem nem mondja meg senki, hogy mit kell csinálni, majd én tudom. Ezzel ugye egyik gödörből másztam át a másikba. Megismerkedtem jelenlegi elragadó feleségemmel. Hát ugye ugyanúgy ment az életem, ahogy addig, tehát én majd én tudom, ő is olyan volt még akkor, hogy ő is tudta, hát ebből lett az, hogy soha nem is bírtunk egymással sokáig együtt élni. Egy kis idő után mindig szétmentünk. És már a vége úgy volt, hogy végén úgy nézett ki a dolog, hogy most ez a kapcsolat is teljesen megszűnik, én arra, ő arra. És akkor találkozott egy előadással, az igazgatónkon keresztül, ha megemlíthetem a nevét, a Barta Tusek Jánoson keresztül. Neki és Ibolyának nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy ennyire vigyáztok ránk. Mindjárt anyátlan adok én is. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy párom rátalált Szedlacsik Miklósnak egy előadására. Ő azt meghallgatta. Meghallgatott többet, elkezdte ezt az iskolát, ezt a képzést. És ugye azt vettem észre, hogy sokkal finomabban, sokkal jobban bánik velem. Tehát sokkal kisimultabb lesz a kapcsolat. Hát mi kell egy pasinak? Ha jól érzi magát a bőrébe, akkor a környezetében a dolgok ugye elindulnak. És ugye nálam is pont ez történt, hogy ő jól bánt velem, én jól éreztem magam, és elindult minden szépen, folyamatosan emelkedni, és egyre jobb lett. Na ennek
fogtam és én is meghallgattam egy előadást. Én mondjuk ez nem úgy volt, mert ugye én csak hallgatóztam, mert ő egy éve már tanult, én meg csak olyan kis belopózva járkáltam arra, hogy ne zavarjam, de azért engem is érdekelt, hogy miről van itt szó. Állandóan ezt a Manust nézi, meg csak... Ki lehet ez? És akkor meghallottam, pont azt az előadást hallottam meg, amikor arról beszélt, hogyha a párok közül csak az egyik fejlődik, a másik nem, annak szakítása vége. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy engem érdekel továbbra is ez a dolog, hogy mit tehetnék én ezzel le, mert én akkor is szerettem azt a nőt, aki itt áll most mellettem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy meghallgatok egy teljes előadást. Meghallgattam azt a teljes előadást, amiben egy az egyben rólam beszélt Szedlecsik Miklós. Akkor még fel is tettem a kérdést, hogy biztos beszélt neki rólam. Tehát ez nem így volt, most már tudom. Azóta már több dolog is, ami egy az egyben igaz rám. Na és akkor jött el az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy igen, nekem is itt ezt erre a tudásra szükségem van. És én is csatlakoztam egy évre rá. Na most annak köszönhető, hogy itt állunk a színpadon, hogy Szedlecsik Miklós minden előadását meghallgatjuk, megnézzük nálunk, a szól egész nap egyébként. Igen. És megtanultunk egymással bánni, és egymással együttműködni. És azt szeretném tanácsolni mindenkinek, akinek most lehetősége van és hallgat minket, vagy csak nézi, hogy ez egy lehetőség. Ugye a remény az folyton veri az ajtót. Ez a lehetőség. Ez csak egyszer kopogtat. Most vagy megragadod, és jössz velünk, vagy elengeded. Ez a te döntésed. Köszönjük, Kereszt. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van egy lelkes hódoló. Nekem civil foglalkozásom otthon élelmezésügyi és népjóléti miniszter vagyok. Tárca nélküli? Tárca nélküli, mert a pénz nála van. De jobban járunk mind a ketten. Részmunkaidőben pedig egy optikában dolgozom. Látja a gazdasági összefüggéseket. Én is azért kezdtem el itt dolgozni, mert ahogy Karesz is elmondta, ugye ebben hasonlítunk nagyon, hogy én azt hittem, hogy nekem jó életem van, és hogy az boldog az élet, és tudok mindent, nem kell nekem segítség. És ugyanúgy jártam, hogy 35 éves koromra minden összeborult. Tehát jöttem én is. És akkor még jött ő is. Így van. Igen. Igen. De ugye a párkapcsolatunk is nagyon nehéz volt. Tehát anyagi problémáim, durva anyagi problémák, hitelproblémák, család szétesett, stb. Ugye Karesszal is akkor már ismertük egymást, de egyszerűen nem tudunk. Dehogy ismertük. Nem. Utána ismertük meg egymást. Van, mert, tehát, hogy együtt voltunk, igaz. Együtt voltunk, de nem ismertük egymást. És én rengeteget tanultam Szedlecsik Miklós képzései által, mert pont most idefele is följött ez szóba, hogy a kapcsolatunk elején úgy működtünk, hogy mindenki a saját magát akarta érvényesíteni. Ez pont nem működik, hanem fordítva, amikor ugye Szedlecsik Miklós tanította ezt a párkapcsolat coachképzésbe, és ugye felismertük, hogy húha, hát mi ezt így csinálunk. Bocsánat, ha itt most beleszólnék, hogyha ez mond valamit nektek, én 8-as vagyok, ő 3-as. Akit meg érdekel, ez pont most megy a numerológia, a számmisztika képzés. Tessék elkezdeni a képzést, mindent megtudtok. Miért olyan nehéz egymással, vagy miért olyan könnyű? Így van, igen. És ugye, hogy én is egyre jobban megismertem Kereszt a tanítások által, és elkezdtünk egy más működést fölvenni, ugye, ami a Szedlecsik Miklós módszere, onnastól vált sokkal jobb a
a kapcsolatunk. És van itt most az egyik tanulónk, ő már régebb óta ismer minket, tehát már PPH előttről ismert, és ő is elmondta, hogy ő azért jött ide tanulni, mert tudta, hogy milyenek vagyunk, tehát hogy milyen párkapcsolati problémáink voltak, mert a barátaink fogadtak ránk, hogy meddig maradunk együtt. Milyen jó barátok! Ugye? Minek tekünk ellenség? De nincsenek is már meg. És látta azt, hogy a képzések által mennyit fejlődtünk, és ide tudtuk juttatni, persze közös munkával ezt a kapcsolatot, hogy most itt tartunk. Mert mindent együtt építettünk föl, és mindent visszakaptunk. Mindent visszakaptunk, amit elvesztettünk. Tehát, és ez mind annak köszönhetjük, hogy itt még mindig nincs kész. Tehát ez egy folyamatos fejlődés. Ebben sose lesz megállás, de már egyre jobb helyen vagyunk, egyre jobban működünk. Együtt működünk. Így van. És itt egy olyan hátterünk van a Szedlacsik Miklós személyében, és az általa felépített szervezet személyében, ami által mi is el tudtunk így jutni. Tehát ha mi meg tudtuk csinálni, akkor ti is meg tudjátok csinálni. Ez így igaz. Most, az imént beszélt Miklós, hogy rengeteg spirituális előadó van, tehát tényleg így van, mert tele vagyunk Péterekkel, tehát Popper Péter, Müller Péter, itt van ez az új gyerek, ez a Szabó Péter, a legvége, meg a Szent Péter, ugye? Tehát még egy ilyen előadót, aki módszereket ad át, és több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik, és az a célja, hogy jobb legyél, mint ő, ilyet nem tudsz mondani, még egyet Szedlacsik Miklóson kívül. Így van. Így igaz? Így van. Köszönöm, hogy velem értetek egyet. És ráadásul pont ez a mai előadás, hogy nem tudom, mennyire vettétek észre. Szedlacsik Miklós az az ember, aki profi az anyag területén, és profi a szellemiség területén. Tehát tényleg nem lehet még egy olyan tanítót találni, aki az összes területen profi. Szerintem tőle érdemes tanulni. Így igaz. Mert tudást csak onnan lehet szerezni, ahol van. És a tudás a legjobb befektetés. Igen. Most a következő, amit még mondani szeretnék, hogy egészség. Javaslom azt, hogy próbáld ki 3 hónapra. 3 hónap tudás értéke, az 360 ezer forint. Most ezt mindössze 39.500 forintért hozzájuthatsz. Tehát akarsz keresni 320 ezer forintot? Vagy nem? Na most, aki ezt éppen nem tudja egybe, tehát kihívás neki, nem áll rendelkezésre elegendő összeg, az megteheti azt is, hogy havi törlesztő részletben fizeti ezt meg. Jelen pillanatban még a számmisztika numerológiai képzésünk folyik, az még körülbelül 3 hónapig fog tartani, ha jól tudom. De lehet, hogy tovább. Lehet, hogy tovább. Úgy látom itt a mester, hogy ez tovább fog tartani. Higgyétek el, nekem nagyon megéri. Nem csak a tudás, itt bizonyítvány is, diploma is van. Attól függ, hogy ki mire indul el. És akkor most visszaadom a szót. Így van. Ja, és hogy tudod elkezdeni a képzést? Keresd meg azt, aki ajánlotta neked a lehetőséget, vagy keresd meg azt, aki szimpatikus számodra. Én azt javaslom. Szerveződet, vezetődet. Igen, igen. És ő segít, hogy tudod elkezdeni a képzést. Nálunk nincsen kötelezettség, bármikor el lehet kezdeni, bármikor abba lehet hagyni. Tehát nem kötünk tanulmányi szerződést, teljesen szabadon működik itt minden. Senkire nincs rákényszerítve semmi. Szervezni sem kötelező, az is csak egy lehetőség, hogy tud gyakorolni azt, amit itt tanulsz. Így igaz. És akkor most... Akkor szünet.
És akkor most 25 perc szünet következik. A szünet után személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz, vagyis numerológia, más néven számmisztika, ezt most, most elmondtam, melyen, ha lehetőséged van, várunk szeretettel. Ha úgy gondolod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. És akkor most 25 perc szünet következik. A szünet az pontosan a végéig fog tartani, úgyhogy várunk vissza mindenkit szeretettel. És akkor az jó. Új tanulóknak, az új tanulóknak még mondjuk el, jó, hogy tudják, hogy ne felejtsenek átkapcsolni a képzés linkjére, amit a weboldalon, a képzéseink menüpontban, a jelen havi élő személyiségfejlesztő coach ember és életjobbítás almenüben találtok meg. És szeretnénk megköszönni Szedlőcsik Miklósnak, hogy mi lehetünk a rendezvény házigazdái. És jó szünetet kívánunk mindenkinek!